mai videóban kis retroval haladunk tovább. Rott Euro 2020-as kártyacsomagokat fogunk kinyitni. Ezt a hatot játszunk egy klasszik mérkőzést első-második félidő 3-3 csomaggal. És most nem, tehát arra gondolom a mérkőzésre, hogy most nem Magyarország áll ki valaki ellen, hanem Belgium vs. Spanyolország. Úgyhogy nézzük is, behozom az eredményjelzőt ide felülre. Vadászunk közben természetesen magyar lapokra, meg ritkábbakra. Úgyhogy nézzük, belgák, vagy éppen a spanyolok mit tudnak kezdeni ezen a mérkőzésen. Bontsuk is ki az első csomagot, és van nekünk itt egy svéd Lindelöfünk. Aztán skót játékos Forrest, még egy skót Patterson, Griezmann, francia, alatta Olaszország Bernardeschi, és a végén van nekünk itt egy Nations lapunk, Bosznia és Hercegovina csapat képével. Ez lett volna az első csomag. Nézzük is a másodikat. Van nekünk egy svájci Elvedink, alatta norvég játékos, utána Pepe, Portugália, Lukaku Belgium, ez azt is jelenti, hogy Belgium megszerezte a vezetést Spanyolország ellen 1-0-ra. Van nekünk még egy Mbappénk Franciaországból, és a fordítunk, De Gea! Goalstopper, ami azt jelenti, hogy a spanyolok ki is egyenlítettek. 1-1 az állás. Nagyon-nagyon király. Reméljük még sok gólt látunk ezen a mérkőzésen. Nézzük is a következő csomagot. Azt mondja nekünk, van itt egy lengyel session, alatta portugál játékos Bernardo Silva, Gulácsi Péter Magyarország. Nagyon-nagyon szuper, már is vadásztunk egy jó kis magyar lapot. Jörgensen Dánia, van nekünk még egy belga, Axel Witsel. 2-1 a belgáknak. És ha fordítunk egyet, nekünk van még egy Lucas Hernández fans favorite lapunk, hát azért itt mégiscsak Gulácsit tesszük előre. Úgyhogy szépen lássuk is. Menjünk is tovább a második fél időre. Nézzük, milyen izgalmak várnak még itt ránk. Kucka, Szlovákia, alatta Zommer, Svájc. Van nekünk egy északír Arter, és nem is északír, bocsánat, simán ír játékos. Angol Trippier, alatta olasz Bernardeschi, és a különleges lapunk Timo Werner Game Changer lapja. Nagyon-nagyon királyul néznek ki különleges lapok ebben a szériában. Úgyhogy nézzük is a második csomagot a második fél időben. Nagyon könnyen kinyílnak ezek a csomagok szerencsére. Skót játékos Armstrong, alatta Románia Anton, Dubravka Szlovákia, Van Dijk Hollandia, még egy Mbappé, és van nekünk még a végén egy Rising Star északír Luisunk. Nézzük az utolsó csomagot ezen a mérkőzésen. Hát, ha nyitunk valami szuper kis lapot. Van nekünk egy João Máriónk Portugáliából. Van nekünk egy Bednarekünk Lengyelország. Északír Dallas. Horvát Rebic. Alatta még egy Witsel. 3-1. Hát lassan már nem Witsel. Gyenge szó Witsel lehet élni. És megfordítjuk, van nekünk még egy Ruben Dias defensív rákunk Portugáliából. Hát Belgium 3-1-re legyőzte a spanyolokat. Szerencsére láttunk sok gólt, nyitottunk egy gulácsit, nagyon szép csillogos lapokat, Nations League lapot is nyitottunk. Én nagyon meg vagyok elégedve ezzel a nyitással. Remélem tetszett nektek a videó, ha így van, dobjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, kövessetek be Instán, és remélem találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!